Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ennek a mintának az elkészültét fogom megmutatni. Babatakarónak nagyon ideális, hiszen ezek a kis mintácskák úgy néznek ki, mintha itt apró felhők lennének egymás alatt, fölött, mellett. Ez a színe, hát ez pedig a visszája, ez annyira nem látványos. 8 többszörösét plusz 2 szélszemet szedtem fel a tűre, és a minta pedig 8 sorból áll, ugye 4 sor ez a rész, és aztán eltolva ezeket a mintarészeket pedig következik a további 4 sor. Lássuk, hogy készül. Az első sor a szélszem átemelése után végig a sorban sima szemekkel kötök. Második sor jön, kötök egy simát, majd jön a tekercselés. A következő szembe beszúrok előről, mint a simát kötnék, majd kétszer rátekerem a tűre a fonalat, és így kötöm le. Az ezt követő szemre ugyanezt készítem el, csak éppen 3-szor tekerem rá a fonalat, és lekötöm simán. Következő az ismét 2, és jön egy sima. Majd pedig 3 darab fordítottat készítek, és ez a 8 szemből álló mintaegység, amit ismételni kell. A harmadik sor jön, a minta színén vagyok. Az első 3 szem az sima lesz. Itt pedig fordítottakat fogok kötni, egyszer, fordítottan kötöm le a kétszeres ráhajtásos szemeket, és a háromszorost is, tehát mindegyiket. És így alakul ki a kis felhőcskénk. És ez a 8 szemből álló mintaegység, ezt kell ismételni a sor végéig. A negyedik sor jön. Itt minden szemet fordítottan kötök le. Az ötödik sorban, ugye színén vagyok, minden szem sima lesz. Ugyanúgy, mint az első sorban. És a hatodik sorba jön az eltolás. Az első szem, az egy sima lesz, majd kötök 3 fordítottat. Ugye ez a 3 fordított, ez pont ott van, ahol itt az alsó mintaegységünk középső 3 szeme. Aztán kötök egy simát, és jönnek a ráhajtások. Beszúrok, mintha simát kötnék, és kétszer rátekerem a tűt, majd lekötöm, vagy a fonalat, nem a tűt tekerem, a fonalat. A következőre 3-szor, az azt követőre 2-szer, és kész is van a 8 szemből álló mintaegységünk, ezt kell ismételni. A hetedik sor jön, 4 fordított, ugye a tekercselt szálainkat, és az azt megelőző, és utána következőt, azt fordítottan kötjük le. Tehát itt összesen 4-et a sor elején, majd jön 3 sima, és itt van a mintaegységünknek az utolsó szeme, ami egy fordított lesz. A 8. sor jön, ahol ugyanúgy, mint a 4. sorban minden szem fordított lesz. Ugye ez a munka visszája.